Hát ezt a pályán is láttuk, hogy ti győzni jöttetek ide. Ennek tükrében mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy erről a rangadóról elvisztek egy pontot? Igen, minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy dominálni szeretnénk. Úgy gondolom, hogy kialakult egy ilyen játékunk most már lassan az edzőváltás óta, hogy minden meccsen dominálni szeretnénk, és minél nagyobb nyomást helyezni az ellenfélre. Úgy gondolom, hogy ez ma is látszott a meccsen, de az MTK készült, hogy átadja a területeket és gyors kontrákat vezessen. Úgy gondolom, hogy a játék képe alapján igazságos volt a döntetlen. Nyilván minden meccset meg szeretnénk nyerni, ez már hetek óta. Ez a célunk, hogy megszakítsuk ezt a győzelem nélküli szériánkat. Hát 4-7 verseny után nem mondhatom, hogy elégedetlenek vagyunk, de nem ez volt a célunk, azért minél hamarabb leszeretnénk zárni ezt a feljutást, hogy nyugodtak legyenek már ezek az utolsó hetek, de hát így alakult, nem tudtuk lezárni, és így a következő heteken még ugyanolyan nagy győzelmi vágyal kell játszani, hogy ne legyen probléma. Nézzük meg ezt a mérkőzést, ugye nagyjából úgy nézett ki, hogy kicsit visszább álltatok és az Alka irányított, de aztán jött a gólod a 38. percben, és utána volt lehetőségetek arra szerintem, hogy tovább növeljétek ezt az előnyt. Bognár István beállásával talán kreatívabb is lett a játékotok. Te hogy láttad az első fél időt? Igen, hát készültünk nyilván az Ajkából. Volt egy-két helyzet, igen, a első fél idő végén, amikor azt talán rárukadtuk volna a másodikat, vagy akár a második fél idő elején is, de nem jött össze, és utána sajnos már nem tudtuk kihúzni már a végét, de igen, valamennyire tudatos volt, hogy tereltük a labdát a szélére, és próbáltuk a hibáikból játszani, és azt a sok területet, amik hagynak maguk mögött, azt kihasználni. Hát olykor sikerült, de sajnos ez azért több gól formájában nem mutatkozott meg. Másik fél, de az egy ilyen nagy csata volt pályán, és mondhatjuk, hogy bal szerencsétek volt az Ajka góljánál? Hát azért nem mondanám, hogy bal szerencsé, hiszen jött az Ajka, folyamatosan beadásaik voltak, talán ilyen kidolgozott tiszta helyzetük, annyira nem is emlékszem, hogy lett volna, de tehát ez benne van, hogyha folyamatosan jön egy csapat, nem szabad magukra húzni őket, de készültünk amúgy, hogy ilyen kemény párharcokat egy meccs lesz, ezt szerintem mindenki tudja az Ajkáról itt a második élvonalba, és így is mentünk bele, hogy a párharcokba semmiképp nem maradhatunk alul, mert akkor a mérkőzéssel fogjuk veszíteni. Jó csere voltál, hiszen éppen csak beálltál, aztán bekotortod, vagy rólad ment be. Hogy történt ez a gól? Igen, jó helyen voltam. Nem nagyon emlékszem így ez a szituációra. Talán baloldalt elment, talán a Zsolnai Ricsi kapura rúgta, és csak arra gondoltam, hogy zárjam be a hosszút, és a kapus elém ütötte, jó helyen voltam. És az első labdaérintésed volt? Jól láttam? Igen. Első labdaérintés volt. Jó cseréd az edző. Igen. No hát, ha már itt elment az edzőtök, akkor elkaptam egy fél mondatot, amit itt az ismerőseinek mondott, hogy ő nagyon szereti ezt a csapatot, és ti is szeretitek az ő mentalitását, hát ő ezer lángon égett. Így van? Igaz, amit ő itt mondott? Igen, úgy érzem, hogy az egész csapat felszabadult mindenki, azért tudunk ilyen jó teljesítmény nyújtani. Talán ez lehet a kulcs most a szereplésünkben, hogy mindenki élvezi a játékot, felszabadult, és azt csinálja, amit tud. Ezt meg kell valami, hogy talán nem annyira láttuk jönni, hogy majd az Ajka lesz itt a kihívója az MTK-nak, vagy akár a DVTK-nak a feljutásban. Mikor kezdtétek azt érezni, hogy ti odaérhettek a szezon végén, akár a feljutó helyre is? Igen, talán ha megnézzük, minden évben van egy meglepetés csapat. Talán mondhatjuk, hogy a másodosztályban most mi vagyunk a meglepetés csapat, de aki nézi a játékunkat, az talán lehet nem azt mondani, hogy meglepetés, mert minden meccsen tudunk dominálni, és azon múlik, hogy mennyi helyzetet tudunk kialakítani. Azt mondja, egy pontot szereztetek ezen a rangadón, ez ad egy ilyen plusz lökés, vagy ilyen pozitív löketet a folytatásra, hiszen ha megnézzük, hogy ti kikkel fogtok játszani, és az Alka kikkel fog játszani, akkor nekik talán könnyebb a sorsolás így a vége felé az utolsó három fordulóban. Hát pozitívan kell tovább mennünk mindenképp. Igen, ugye nekünk a Pécs, Pazinc, Barcika is egy Irmót lesz, nehéz ellenfelek, de az Ajka is ugye olyan csapatokkal játszik, akik a kiesés ellen küzdenek, és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy elnök se egyszerű, főleg idegenbe játszani, de itthon is hulajtottunk pontokat, hiszen tényleg csúsznak, másznak. Szóval
Nem mondanám, hogy bármikünknek egyszerű meccsei lennének, de mi meg egyáltalán, hogy foglalkozunk ezzel, mi tényleg csak magunkkal, saját kezünkben van a sorsunk, és erre kell koncentrálni, hogy minél hamarabb lezárjuk és megnyerjük a meccsénket, és akkor tényleg nem kell nézegetni hátrafelé, hogy mit játszik az Ajka. Jól mondta szerintem, mert a kiesés ellen küzdők ugye az életükért küzdenek, de mi nem nagyon gondolunk a feljutásra, igazából ugyanúgy fogunk játszani, ahogy eddig, és meglátjuk, hogy mi fog kisülni a végén. Így, hogy jöttek az eredmények, illetve tényleg közönség szórakoztató focit játszik az Ajka, mennyire lett futballáz Ajkán? Igen, egyre többen jönnek ki a meccsünkre, egyre többen szurkolnak nekünk, és hát láthattuk, hogy ide Budapestre is szép számmal eljöttek azért a szurkolók, köszönjük is nekik ezt. Mennyit tennél a feljutásotokra? Tessék? Mennyit tennél a feljutásotokra? Majd akkor kérdezem, hogy hány százalék esélyt látsz rá? Nem vagyok nagy szerencsejátékos, de ha őszinte akarok lenni, akkor most nem sokat, de láttunk már a futballba a szép dolgokat, szóval reménykedünk benne.